Az Egyesült Államokban is megemlékeztek az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról. Kovács Márton összefoglalója. Kerekasztal beszélgetésekkel, kiállítással és koncerttel emlékeztek a 60 évvel ezelőtti eseményekre az Egyesült Államokban. A kommunizmus története egyre jobban kikopik a nemzetközi történelemből, így az amerikai közvélemény is egyre kevesebbet tud az 1956-os magyar forradalomról, mondta Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. Földváriné Kisréka a krónikának azt mondta, az 56-os forradalom a szabadság szimbólumává vált a tengeren túlon. Amerikaiak nagyon jól emlékeznek azokra a képekre, amelyek a nemzeti egység kifejeződéséről szóltak, és a szolidaritásról, és arról az alapvető elemi szabadságvágyról, ami nemzetközi közvélemény számára is kifejezte a nemzeti függetlenség és a szabadságvágy utáni a reálpolitikát fölíró vágyat. Földváriné Kisréka szerint fontos lenne, hogy a magyarországi, valamint az amerikai és oroszországi levéltárak még ismeretlen dokumentumait az eddiginél alaposabban megvizsgálják, mint mondta ezek segítenék a forradalom utáni több évtizedes megtorlások feltárását, ismertetését.